kegyelem után nincs kegyelem, még kinek nincs kegyelem, ellentétes vélemények az asztal két felén, ön melyik oldalra ülne, ez itt a csat. Jó estét kívánok! Nem bocsátkoznék részletekbe, hogy miről beszélünk, szerintem úgyis mindenki tudja. Bemutatom a vendégeket. Dévényi István. A Fidesz soha nem veszít, soha nem hibázik, vagy ha mégis, az is győzelem. Orbán Viktor pedig azt üzeni, hogy senkik vagytok. Tóth Máté. Becsületes lépés a lemondás, viszont a közjogi bizalom helyreállítása a szabályozási, igazságszolgáltatási és államigazgatási hibák további sürgősen orvosolandó feladatokat jelölnének ki. Ezen az sem változtat, ha közben hiteltelen politikai opportunisták próbálnak rátelepedni a témára. Gönczi Gergely. Olyan nincs, hogy véletlenül átsúszik egy kegyelmi kérvény a jelenlegi rendszerben, de ami még ennél is fontosabb, hogy még mindig nem kaptunk magyarázatot arra, hogy miért kapott elnöki kegyelmet egy pedofil segítő. Kosik Kristóf, Novák Katalin és Varga Judit, két becsületes és tisztességes politikus, hibáztak, elismerték és lemondtak. Ennyi? Ennyi. Becsületes? A becsületes szót... Tisztességes? Igen. A becsületes szót azért gondoltam fontosnak beletenni, mert hála jó Istennek, ahogy mondtam, hibáztak, tévedtek, mindegy, hogy minősítjük, megtörtént. Időgépe egyikünknek sincs ennél az asztalnál, hogy visszamenjünk és orvosoljuk ezt a hibát. De azért gondolom, hogy becsületes, mert nem kezdte el ráfogni bárkire, hogy nem én hibáztam, nem én voltam, nem a véletlenül került oda, ugye, amit föl is valamelyik fölvezető fölvezető, hogy az apparátus tehet róla, nem tudom én kicsit, a portás tehet róla, a taxisofőr, hanem azt mondta, hogy igen, kialakult ez a helyzet, egyetlen egy dolgot tehetek, lemondok. Erre mondom azt, hogy tisztességes, és arra mondom azt, hogy becsületes, hogy nem kezdett el magyarázkodni, és nem kezdte el kenegetni a felelősséget. Ennyi? Hát azért Varga Judit becsületessége az mondjuk a Pegazus botrányoktól a Shuttle ügyön átterjed itt a lemondásig, és nem azt, hogy nem kenegette, vagy nem hárított, tehát meg se szólalt, én nem emlékszem, hogy ő bármit is mondott volna erről az ügyről, miközben ugye ő volt az, aki ellenjegyezte értelemszerűen igazságügyi miniszterként ezt a kérelmet. Hát az én a becsületes szót azt valahogy nem bírom ide illeszteni sehogy sem. A lemondása pedig nyilván nem egy önálló gondolat volt, nem egy önálló szándék volt. Miből gondolod ezt? Hát mert már lett volna kétszer is alkalma rá. Az említett két ügyben. De miért? A Shuttle ügyben meg semmit nem tudunk az ő érintettségéről. Az meg, hogy kémszoftver van a telefonokon, pontosan egyébként ott az az izgalmas, hogy az az információ, hogy juthatott ki. Az is izgalmas, de én azt gondolom, hogy... Kinek a telefonján van kémszoftver, mert az államtitok, az viszont az. Hogy itt még csak közvetlen érintettségre sincs szükség, hogy egy miniszter lemondjon. Tehát akinek a minisztériumában olyan dolgok történnek, mint amik megtörténtek az igazságügyi minisztériumban, illetve ugye a helyettesével, az pont elég ahhoz, hogy azt mondja, hogy ha tudtam róla azért, ha nem tudtam róla azért vagyok felelős. És ennyi. Tehát, hogy itt nem kell, hogy ő benne legyen a buliban, hanem megtörtént alatta a buli. De nem tudjuk, hogy mi történt. Tehát az a baj, most van egy világos szituáció, most tudjuk, hogy mi történt. Biztos, hogy tudjuk. Tudjuk. Biztos, hogy tudjuk. Ténybelileg, tehát a miniszter végre, akkor megtudjuk most. Tehát a miniszter asszony továbbított egy kegyelmi kérelmet, amit a köztársasági elnök asszony aláírt, visszaküldte a miniszter asszonynak, aki ezt ellenjegyezte. Ezzel magára vállalta a politika felelősségét. Ezt biztosan tudjuk. Ebből levonta a következtetést. Az ugye, általad említett két ügyben semmit nem tudunk még. Hát azért a Shuttle ügyben. Mi? Semmit? De hogy semmit? Az... Jó, ne vigyük el abba az irányba, bocsánat, igaz. Lehet erről beszélni, igen, mert hogy a becsületesség meg tisztesség kérdésében felvethető, de ugye a köztársasági elnök nem tartozik indoklással a kegyelmi ügyekben. Így van. Ettől függetlenül volt, amikor megtette, most meg nem teszi meg. Uh-huh. Nem lenne erre szükség?
Na, azt szerintem ez egy valid felvetés, mert hogy azért én is osztom azt, hogy ez egy karakteres döntés volt, hogy lemondtak. Szerintem az a leghelyesebb döntés volt, le kell mondani. Ezt én is azt gondolom, hogy alapvetően egy becsületes történet. Tehát az, hogy lemondtak, de ezzel nincs kész a tört, nincs az egész tényállás felderítve. Nekem azért ugye kérdőjel, hogy akkor most volt-e az igazságügyminiszteri támogatása felterjesztésnél, vagy nem, akkor ugye mi mindig nem tudjuk, hogy volt-e valamilyen lobby eltérítés a döntésnél, a köztársasági elnök kegyelemnél, vagy nem. És itt érkezünk meg ahhoz, hogy valóban az egy jogos kérdés, és felmerül, hogy bár én is egyetértek azzal, hogy nyilván a köztársasági elnöki kegyelemnek az a természete, az autoritár természete, hogy nem kell indokolnia. Tehát jogilag, közjogilag nincs ilyen kötelezettsége, teljesen rendben van. Ez a, teljesen rendben van? A királyság intézményéből következik valahol a köztársasági elnök. De van, ahol megkövetelik. De igen, és ezt szeretném mondani, hogy viszont azért látjuk, hogy a társadalmiak releváns döntések születnek, ideértve egy kegyelmi kérdés, és akkor igenis van létjogosultsága, és látjuk, hogy hiába nem írja elő a közjog, azért elég sokszor megtetik. Ugye Áder János például elég sokszor indokolta, sokszor egészen részletekbe menően azt, hogy miért hozott meg egy kegyelmi döntést. És ennek pontosan ott van relevancia, ami átvezet ahhoz is majd, hogy köztársasági elnököt hogy kell választani, hogy nem kell választani, mert hogy lehet, hogy vannak itt történelmi rutinok, kényszerhelyzetek. Ugye a köztársaság elnöki jogkör is 90 körül az akkori politikai környezet eredményeképpen rögzült úgy, ahogy rögzült Pozsgai Szűrös Mátyás. Azóta azért eltelt 34 év, láttuk, hogy változtak is a környező országokban az is, hogy ugye hogy választanak köztársaság elnököt, meg az is, hogy egyáltalán mi a súlya. Én azt gondolom, hogy ehhez képest még egy kisebb lépés, ám annál könnyebben tisztázható lépés, hogy valóban nincs helye ilyenkor, nem várható el az indokolási kötelezettség, különösen akkor, hogyha igazából én még lehet, hogy csak felületesen olvastam a híreket, de még mindig nem tudom, nem olvastam, hogy konkrétan akkor itt volt-e indoka ennek a felmentvénynek, a köztársasági elnöki kegyelemnek, vagy nem. Tehát szerintem emiatt a felvetés nem helytelen, és ugye jogászok egymás közt sem, gondolom, hogy helytelen akár gondolkodni ennek a jövőre vonatkozó relevanciáján. Az áldozatok azok szemmel láthatóan és füllel hallhatóan, hiszen nyilatkoztak, szeretnék, hogyha legalább tudhatnák azt, hogy mi volt ennek az oka, sőt, hát semmilyen módon sem fogadnák el igazából a kegyelmet, de nyilván velük szemben azért az volna tisztességes. Most, hogyha jogilag nem is kötelező, de elvárható volna? Egy lépésre hadd lépjek vissza, hogy kérdezted, hogy ennyi, és nekem erre a nagyon határozottan az válaszom, hogy nem ennyi, azért, mert nem lehet ennyi. Tehát mi történik? Ugye a jogrendszer az egy erődökkel körülbástyázott vár, amin van egy kiskapu. Ezt a kiskaput, ezt ketten őrzik, a köztársasági elnök, akit az országgyűlés kétharmada választ, és a kormány által, a kormányfő által kijelölt kormánytag. Ezen a kiskapun valaki az éleple alatt beosont, és kihozott egy elítélt bűnözőt. Ez vajon jelenleg a probléma. Lemondott a két kapuőr, de nem tudjuk, hogy ki és milyen okból osont be és hozta ki ezt az embert, és nincsen garancia arra, hogy a két új kapuőr, akit ugyanilyen eljárásban választanak meg, az nem fogja ugyanígy átengedni ezt a valakit. Ezt mindenki szerintem tegye föl magának a kérdést, hogy ma Magyarországon ki az az ember, akinek hatalmában áll, vagy akinek a menlevelével két ilyen őr mellett ebbe a várba be lehet járni az éleple alatt. Szerintem ez az a probléma, amire a társadalom választ vár, és megnyugtató választ vár, és én azt gondolom, hogy erre nem kaptunk eddig meg megnyugtató választ. Sokan szerintem arra gondolnak, hogy ez nem pusztán egy felvetés volt, hogy a nézőkre bízva, hanem hogy itt van egy gondolat mögött, hogy ki lehet az a személy, és akik erre gondolnak, azok biztosan a miniszterelnökre is, többek között talán, vagy egyedül rá. Most hallgassuk meg, hogy mit mondott Orbán Viktor Novák Katalin lemondásáról. Nem mondott semmit. Ugye 70 órával ezelőtt történt nagyságrendileg ez, mármint Novák Katalin lemondása. Most délután 15 óra 16 perc van, tehát lehet, hogy már amikor este a nézők látják ezt az adást, akkor Orbán Viktor megszólalt, de ez mintha beszédesebb lenne, mintha mondott volna valamit, nem? De elnézést, nem ment be egy alaptörvénymódosítás? De. Tehát mintha az nem egy reakció lenne. Értem az időbeliséget, de azért itt ketten, akik felelősek voltak, azonnal lemondtak, ami egy
azért tisztességesnek tűnő húzás, bár egyetértünk az asztalnál szerintem legalábbis hárman nem oldotta meg, vagy nincs minden megoldva, sőt egy csomó kérdés van, amiről szerintem mindjárt külön érdemes beszélni. Másrészt viszont reagált azonnal a kormány is. Az más kérdés, hogy mondjuk egy alaptörvény módosítás, egy ilyen kazuisztikus orvoslása a problémának, hogy az valóban kellő méreható-e és a probléma egészét kezeli. Én nem vagyok benne biztos, és hogy itt azért vannak azért a bírósággal, az alapvető ítélettel kapcsolatos, az alapkérdéssel, ugye a gyerekotthonnal kapcsolatos számos olyan jogi kérdés, amit ez biztos, hogy nem kezel. De én azt gondolom, hogy ez egy reakció. Az más kérdés, hogy nem biztos, hogy a jogtechnikailag az elvárt reakció, de egy egyértelmű üzenet. Na jó, de egy egyértelmű üzenet. Az időbeliség azért... És én tartalmilag amúgy egyet is értek vele. Ez egy fontos szó, amit mondasz, hogy ez csak egy simán, ez egy üzenet. Ez egy nem valódi alaptörvénymódosítás, mert úgy értem azt, hogy nem valódi alaptörvénymódosítás. Nem az a célja, hogy jobbá tegye az országot, hogy a működését jobbá tegye. Ez egy kommunikációs üzenet volt. Ebben a szorongatott helyzetben a Fidesz azt üzente ezzel, hogy mi igenis ott vagyunk ebben az ügyben, ahol eddig voltunk, és nem kell elbizonytalanodni, mert ugye a Novák Varga ügy az pont ezt az egyik legfontosabb cölöpöt ütötte ki a NER politikájából. Vissza kellett tákolni. Ez egy tákolmány. Kommunikációs és azonnali lépés, de hát azért jogilag az alaptörvény a legmagasabb szint, tehát ez nem most kiadtak valami. Hát ahogy a Fidesz foglalkozik az alaptörvénnyel, az nem egészen. Ez ugye a 13. változtatása volna az alaptörvénynek, amennyiben elfogadnák. Picit lépjünk hátrébb, és most összekötöm a két mondani valót. Először is, a jog az mindig egy követő magatartást tanúsít. Tehát jönnek a társadalmi változások, és arra a jog reagál. A erőd példát kapcsán, amit említettél. Ott én azt gondolom, hogy nem arra kell nekünk garanciát keresni, hogy a következő két kapuőr ne engedjen be senkit, hanem ez az én személyes, ez egy radikális jogi vélemény, de ez az én személyes jogi véleményem. A kegyelem, mint jogintézmény, az ókori Rómából származik. A császárok gyakoroltak először. Ez eddig nem vélemény. Tessék, ez nem vélemény. Utána ez átjött a középkorba, amikor még nem volt írott büntető. Ez sem vélemény. Ez sem vélemény. Hol a vélemény? Mondom a véleményt a végére. Utána kialakult az írott büntetőjoga mindenféle jogállami büntetőjogi garanciákkal, a kegyelem meg itt maradt a nyakunkon. És most jön a vélemény, szerintem a kegyelem intézménye a modern jog keretei között egyszerűen okafogyottá vált. De miért? Abszolút nem értek. De miért? Hát rengeteg olyan eset volt, amikor a közvélemény is azt mondta, hogy az adott kegyelem az igenis egy jó döntés volt. Akkor meg ki kell munkálni a mostani megfelelő kegyelmi intézkedéseket. Mert a Schiffer András ebben a televízióban mondta el, és nagyon egyetértek vele, hogy a köztársasági kegyelem az gyakorlatilag egy negyedik bírói fórumként érvényesül. De mégis lehet funkciója egy-egy adott esetben. És hát láttuk azt, hogy... De hogyha valaminek... Nagyon sok ilyen helyzet. Van. De hogyha... példa, tehát rengeteg jogász ül a különféle jogi osztályokon, nem? Hát nyilván István, a köztársasági elnöki hivatalban is, az igazságügyminisztériumban azért gyaníthatóan előfordulnak jogászok. De hogyha funkciója van, akkor van diszfunkciója is szükségképpen. Akkor viszont arra a kérdésre, erre ez a válasz, hogy egyszerűen becsúszik. Én nem tudom, hogy mi történt a konkrét kegyelmi ügyben. Senki nem tudja, hogy mi történt. Igen, segítene, viszont azt felvetném, hogy az társadalmi változást jelente, hogy a köztársasági elnök kegyelmet adott, és elejegyezte az igazságügyi miniszter, mert ugye erre hivatkozott, hogy ez egy társadalmi változásra történő reakció, amikor jogot változtatnak, törvényt változtatnak. Tehát ez egy társadalmi változás, vagy itt két ember, esetleg valaki a háttérben még a társadalmi igények ellenére cselekedett, és a jognak el semmi köze? Hát a beadott alkotmánymódosítás az egyértelmű azonnali reakciója. Hát az egy reakció. Az egy azonnali reakció. De ez a szükséges-e, vagy ezeket az embereket kellene, ahogy láttuk mondjuk legalább politikai szinten felelősségre vonni, és megkeresni a további tetteseket, vagy tettes társakat? A politikai felelősségre vonás az megtörtént. Tettes társakról nem tudunk beszélni, mert bűncselekmény nincs. Én politikai értelemben gondoltam. Érdekes egyébként, hogy azt mondod, hogy megtörtént a politikai felelősségre vonás, hogy magát a köztársasági elnököt ugye nem is lehetne felelősségre vonni, igazából politikailag se, hiszen ő van legfelül. Tehát mi az a hatalom, aki... Ez van benne az alaptörvény, hogy érintetetlen. Ezért nem etikus, hogy lemondott? Hát most csak visszajutottunk, legalább azt zárjuk be, hogy azért ez egy becsületesnek tűnő lépés. Ez egy becsületes, csak úgy fogalmaztatok, hogy azonnal lemondott, hát azért ez nem azonnal történt. Az stimmt. Na, most én az időbeliségre akkor visszamennék, mert ez a úgymond reakció,
mármint hogy az alaptörvény változtatását kezdeményezte a miniszterelnök, ez mégiscsak a lemondás előtt történt, és azóta nem hallottunk semmit. És a lemondás előtt, hát a nagy filmrendezők meg tudják különböző művekben oldani, hogy az idősíkok elmozduljanak, de akkor azt kell gondolnunk, hogy itt a nagy filmrendező Orbán Viktor, aki tudta, hogy le fog mondani a köztársasági elnök, és már előtte reagált rá. Most, ha jogi, nyilván nem fogunk tudni el egyikünk sem válaszolni, a kérdés felvetés. Sejtésünk van. Lehet. Persze. Hát ez persze. Egy véleményműsor. Persze. És ez ennek tudom, nyilván... hogy jogászként ez nem könnyű. Nem, nincs ezzel semmi gond. Viszont ha az időbeliséget nézzük, akkor ugye ennek egy érdekes fele, hogyha most lemondott Novák Katalin benyújtja az írásbeli lemondását, 15 napja van erre, a, nyilván ez formalitása az országgyűlésnek, hogy elfogadja vagy ne elfogadja. Ugye könnyen megeshet, hogy ezt az alkotmány, az alaptörvénymódosítást, ezt már a Kövér László, mint ideiglenes köztársasági elnök fogja elfogadni. Tehát az időbeli sikoknak azért van egy ilyen furcsa játéka, nem feltétlen látszik ez olyan módon konstruáltnak, tehát sokkal inkább reakciókat látunk szerintem is az eseményekre sem, mint egy ilyen master plant vagy forgatókönyvet. Ráadásul ez egy szerintem rendkívül álságos lépés, mert hogy továbbra is lehet a terroristának kegyelmet adni, hogy azt nem zárja ki ez a módosítás. Tehát, hogy egy nagyon... Ez Budaházi György? Csak mondom, hogy vannak óriási bűncselekmények, amiknél továbbra sem lehet kegyelmet adni. Tehát azt mondjuk, hogy most ebbe a... Továbbra is lehet kegyelmet. Ezért mondtam az előbb, amit tehát mondtam. Itt, bocsánat, csak itt ugye úgy kell tenni ahhoz, hogy ezt egy korrekt lépésnek tartsuk, hogy itt önálló aktorokról van szó. Tehát itt nem egy országgyűlési kétharmad által választott korábbi kormánytag volt a köztársasági elnök, nem a miniszterelnök által kinevezett igazságügyi miniszter az ellenjegyző, nem ez a parlamenti kétharmad alkotta meg ezt az alaptörvényt, tehát azért minden út Rómába vezet. Na most Róma benyújtott egy alkotmánymódosítást. De úgy tenni, mintha neki ezen érteni ki az a Róma. Egyikhez semmi köze nem lenne, erre mondom, hogy szerintem ez egy rendkívül álságos. De ki más nyújtani akkor be? Hát nem ez de egyébként az idősíkok, ha valakinek kétsége is volt, hogy Novák Katalin le fog mondani, mert akkor azért már benne volt a levegőben, amikor Orbán Viktor megtette ezt a bejelentést ugye az alkotmánymódosításról, akkor még volt, aki azt gondolta, hogy nem biztos, hogy Nováknak mennie kell. Abban a pillanatban mindenki azt mondta, hogy ez volt a sejem zsinór kész vége, hiszen maga az alkotmány módosítása azt mondja ki, hogy Novák Katalin nem jól látta el a feladatát. Tehát akkor inkább fordítva volt, hogy Novák Katalin a lemondásával reagált az alaptörvény módosítási szándékra. Hát pontosan. Az is milyen volt, amikor a köztársasági elnöki hivatal azt kiadta azt a közleményt, hogy Novák Katalin örömmel fogja, elmondta. Vagy nem is tudom milyen jelzőt használtak, fogja aláírni ezt a módosítást, ami arról szól, hogy ő elcseszte. Na de Novák Katalin ezt maga elmondta a lemondási nyilatkozatában, hogy ő arra tett esküt, hogy megfelelően szolgálja a magyar népet, és ezek után, az események után... De addig nem tette meg érdekes módon, amíg Orbán Viktor nem küldte el... Bocsánat, lehet, hogy nekem vannak szövegértési gondjaim, de hogyha, mint ez a törvénymódosítás arról szólna, hogy a jövőben ilyen típusú bűncselekményeknél nem lehet kegyelmet. Van egy nagyon jó megoldása, meghallgatjuk, jó? Örömmel. A kormány nevében benyújtottam egy alkotmánymódosítást, amely lehetetlenné teszi, hogy kiskorú gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmény esetén az elkövető kegyelmet kaphasson. 5 gyermekem és 6 unokám van. Ha valakik hozzányúlnának, akkor az első gondolatom, hogy félbe kell őket hasítani, vagy misztikbe kell őket vágni. Na most ez azért nem a paragrafus, mert az úgy hangzik, hogy a köztársasági elnök a 4. bekezdés G-pontjában foglalt egyéni kegyelmezési jogát a kiskorú személy sérelmére elkövetett szándékos bűncselekmény esetén nem gyakorolhatja. Tehát ez a jogi szöveg. Stimmt, ismerjük. Most ez populista, átgondolt, mindenre megoldást jelent, ami ebben az ügyben egyébként felmerül. Egyébként nem tartom populistának, azért felvet kérdéseket, ugye, amit elmond. Amint elmondtál, hogy és akkor hol áll ez meg, nem? Tehát a kegyelmi jogkörnek a korlátozása, mert akkor joggal lehetne azt mondani, hogy akkor ilyen bűncselekménynél, olyan bűncselekménynél, tehát hogy hol a szintje, milyen típusú bűncselekmények esetén gyakorolja, mikor nem. Tehát azért ez egy tehát ez kinyitott most valamiféle... Hát ez egy nagyon darabos mozgású... Én nem vagyok jogász, ugye. Kinyitott valamilyen kaput ezen a váron, és most hát a fene se tudja, hogy ez mennyire fog kinyílni, vagy mennyire érdemes. A tartalmával egyetértek, tehát szerintem ez teljesen jó, csukják be egyszer s mindenkorra, tehát hogy ilyen nem erüljön föl, nyilván reakcióként született, tehát nem véletlen, hogy most született, tehát azt hiszem egyikünk sem fogja az ellenkezőjét mondani, nem véletlen most terjesztették be, nyilván ez a Novák Katalin féle hibára való reakció.
reakció, de viszont szerintem van ennek egy csomó olyan aspektus, amit nem old meg, tehát ami nyitott kérdésként marad, jogilag is nyitott kérdésként marad. Egyrészt ezek, amiket eddig kapirgáltunk, hogy nem érdemes átgondolni a kegyelem, köztársasági kegyelemnek akár az indokolási kötelezettségét, vagy az egész intézményt átfogóan is, mert ez csak egy egyetlen aspektusról beszél, a köztársasági elnök jogkörét egyébként is, de ezek érintik nyilván a teljes alkotmányos berendezkedés. De azokra a kérdésekre se ad választ, hogy azért nézzük meg azt is, hogy azért milyen apparátus mit készít elő, a kegyelmi döntés tekintetében is, de azt is, hogy milyen bírósági ítélet született. Az alapul fekvő ítéletre például nem nagyon kerül szó, pedig az is érdekes, én a saját jogérzékemmel mindazt a 8 éves kiszabott börtönbüntetés, mindazt a 3 éves, akit ugye kegyelembe részesítettek, egy elég enyhe történetnek tartom, főleg akkor, ha a narratíva valóban az, hogy ilyen esetekben itt zéró tolerancia, és így kell eljárni. Itt az igazságszolgáltatásnál mi történik például? Na hát én most egy esetet említenék, ami egyébként a magyar sajtót is bejárta annak idején, nem mostanában, akkor kegyelem lett a vége. Azt mondja, egy kiskorú sérelmére követték el. H. László B. Györgyi elítélt férje, kérem önt, hogy gyakorolja az egyéni kegyelmezés jogát feleségem ügyében. Ő nem kért kegyelmet, mert legalábbis a szójogi értelmében bűnösnek tartja magát, amiért megölte egy gyógyíthatatlan beteg kislányukat, azonban nálam jobban senki nem tudja, hogy ő akkor, amikor egyetlen csillagunk Andikán könyörgésére megtette, a leghosszabb és legsúlyosabb büntetést mérte magára. Hát ismerik ezt a történetet. Hát, és volt másik is, amikor ugye, ez nem az az eset, de amikor belefolytott a kárba. Sokszor kérte a gyerek, hogy nem akar szenvedni. Tehát nem akar szenvedni a gyerek. Na most ez az alkotmány vagy alaptörvény módosítás, ez ugye az ilyen esetekben is kizárja a kegyelem megadását. Igen, itt szerintem... Ezért gondoltam azt, hogy ez egy hirtelen a közhangulatra adott eléggé populista válasz, legalábbis onnan, ahol én ülök. Hát. Igen, és szerintem, bocsánat, csak itt van egy, amit én nem láttam még a sajtóban korrigálni, amikor még köztársasági elnök asszony volt, akkor ugye az volt az első reakciója, amikor egy újságíró megkérdezte, hogy egy köztársasági elnöki kegyelem az szükségképpen megosztó. Szerintem ez egy óriási hiba. Nem szabad, hogy megosztó legyen. A kegyelem, ha van legitimitása, akkor csak az lehet, hogy egy jogrendszer az tökéletlen, mint minden rendszer, és ezt a tökéletlenséget egyfajta önkénnyel javítja ki, hogyha a társadalom igazságérzetével ellentétes döntés születik a jogállami mechanizmus, ami egy GPS mechanizmus sok értelemben, eredményeképpen. Tehát eleve rossz hozzáállás az, hogy szükségképpen megosztó egy kegyelem, nem. Ha megosztó lenne, akkor én nem nyúlhatok bele abba a jogállami eredménybe, ami született. Ja, csak akkor, hogyha egy társadalmi elfogadott morális igény van, akkor minden bírói ítélet megosztó. Egy, a köztársasági elnök annak ad kegyelmet, akinek akar. Igen. Ez az alapfelállás, mert innen ered. De ez nem jelenti azt, hogy ez nem jelenthetne egy jogilag, hogyha máshogy rendezzük. Jó, most itt ugye egy olyan ügyet mondtam, és tudnék másikat is, ahol könyörög a gyermek azért, hogy vessenek véget az életének, mert olyan fájdalmai vannak, és gyógyíthatatlan beteg, és a szülő ezt megteszi, mert meg akarja menteni a gyerekét a fájdalomtól. Tehát, ez nem volt egy megosztó, ez egy társadalmi. Ez nem megosztó, ez szerintem majdnem abban, mindenki hogy jó, megosztó, tehát lehet, hogy 3% vagy 5% aki nem értett egyet. Ez megosztó kérdés, olyan mindig van. Az a megosztó kérdés, amiben a társadalom nagy része egymással ellentétes véleményt alkot. De figyelj, akkor minden bírói döntés megosztó, mert van egy alperesem, meg egy felperesem. Az egy alperes, meg van egy társadalom. De van 100 000 alperesem, meg felperesem, és abban annak a fele nem ért egyet a bírói. Lenni. Nem egy perbe, van 100 000 perem, érted? Nem, tehát, amit te mondasz, a 100 000-ből egybe lehet beavatkozni, amikor az ország nagyja morálisan azt gondolja, hogy itt egy morálisan, jogilag jó, de morálisan rossz ítélet született. De bocsánat, nem ez a lényeg, hogy szerintem megosztó vagy nem megosztó. Hát azért most ez nem egy valóságsó, hogy az a lényeg, hogy tetszen az, amit csinál a köztársasági elnök. A probléma az, hogyha nem következetes a jogrendszer, és hallunk esetleg valami narratívát, és mondjuk azzal ellentétes döntések, akár kegyelmi döntés születik. Szerintem ez a valódi, vagy legalábbis nekem, az a morális és egyúttal jogi dimenzió, ami mondjuk tisztázásra szorul, és nem az, hogy népszerű-e meg. Ebben az esetben akkor minden dimenziójában rossz döntés. Nem, tehát egy morális korrekció, jogilag is. Az csak akkor elfogad, a jogrendszernek a morális, önkény alapú morális korrekciója, ez a kegyelem, ez csak akkor elfogadható, ha a társadalom döntő többsége morálisan egyetért azzal, hogy itt korrigálandó döntés van. Ha nem, akkor nem szabad belenyúlni. De ugyanarról beszélünk. Hát te ugyanazt mondod, amit én. Ez egy jó helyzet. Te ugyanazt mondod, hogy a kegyelemnek valóban egyetértek vele, fenntartva a korábbi véleményemet, hogy
az a szerepe, amit te most elmondtál. Az utolsó betűig elfogadom és aláírom. De egyébként a budaházi kegyelme is erősen megosztó volt. És, de bocs, hadd mondjam, és most született egy olyan kegyelmi döntés. Ami nem megosztó. Igen, ami nem, megosztó. Nem azt mondtam, azt hogy nem igen. Megosztó. Egyébként nem megosztó, mert társadalom döntő többsége egyetért vele. Mármint azzal, hogy lemondott a Novák Katalin, nem a döntése. Született egy hiba, belekerült a rendszerbe. Érted? És ennek levonták a konzekvenciáit. Na, azt mondjuk. Most jön egy kis szünet, több hiba van egyébként. Egy picit pihentetjük a nézőket is, meg saját magunkat is. Azon itt az asztalán ülők gondolkodhatnak egyébként, hogy el tudnak-e képzelni olyan helyzetet, ami alapján végülis kiderülhetne, hogy K. Endre méltó volt a kegyelemre. Szóval létezhet-e olyan eset, hogy K. Endre méltó a kegyelemre, vagy nem? Törtük a fejünket, mire jutottunk? Én azt gondolom, hogy a kegyelemnek az a lényege, hogy valami az ítéleten kívüli szempont van. Tehát ha K. Endre halálos beteg, és az utolsó két hetében van, és azt mondjuk, hogy ne a börtönkórházba töltse, vagy most tőle elszakadva, akkor itt bejöhet egy kegyelem, amit nem mérlegelhetett a bíró, de a társadalom morálisan egyetért vele, hogy ebben az utolsó két hétben már megbűnhődött, már életvégi dolog van, bejöhet egy ilyen hatalom. De itt ilyenről ugye nem tudunk. Tehát ez egy probléma, és itt a társadalmi igazságérzetét bántja egy kegyelmi döntés, szerintem ez elfogadhatatlan. Szerintem ennek három szintje van, csak egészen röviden. Az első szint az továbbra is tartom, hogy a köztársasági elnök annak ad kegyelmet, akinek akar. Ez egy rideg jogi válasz. A morális válasz viszont rögtön az a második szint, hogy rendkívüli helyzetekben adódhat olyan. Az Egyesült Államokban volt ugye olyan eset, ahol egy halálra ítélt, tényleg igazoltan rengeteg bűncselekményt elkövető bűnöző, amikor kigyulladt a börtön, akkor elkezdte menteni a börtönlakókat és a börtönöröket, életét kockáztatva megsérült benne. Tehát itt nem az alap bűncselekménnyel merült fel, tehát csatlakozom, olyan körülmény, ami esetleg kegyelem tekintetében releváns lehet. A harmadik szint viszont a konkrét ügy, ahol azt gondolom, hogy egyrészt mutatja a társadalmi felháborodás, hogy az a várakozás, hogy ne legyen ilyen pedofil bűncselekményt mentő, ugye itt volt egy kényszerítés ráadásul, bűnelkövető esetében semmi, egyrészt, másrészt meg és én továbbra is ezt pedzegetném, hogy vajon ez mennyire teszi hitelessé vagy hiteltelenné a fő politikai állításokat, amik mintha jogi hátulról ugye kiskapun lehetővé teszi a menekülést, mikor védjük meg a gyerekeinket, és ugye ezekben megint csak azt hiszem, hogy egy társadalmi egyetértés. Jó, de hát ez a dimenzió nem teszi lehetővé. Most én akkor ezt lefordítom, tehát egyelőre úgy tűnik, hogy nem tudunk elképzelni, úgyhogy én tovább is... Jelen esetben nem. Meg ne elképzelni kelljen, hanem tudjuk, hogy mi volt az oka. Igen, hát az a baj, hogy amíg a történetet nem ismerjük, az, hogy hogy kerülhetett olyan szintre ez a kérvény, hogy aláírják és még ellen is jegyezzék, addig nem fogunk tudni igazából mit kezdeni ezzel a helyzettel, de még a helyzettel sem vagyunk. És ezért a Orbán... Közjogilag is vett fel némi bizalom, hát egyrészt, igen, és ezért Orbánnak a javaslata, illetve a módosító indítvány, az tulajdonképpen ez egy sebb tapaszt és nem gyógyszer. És a gyógyszer az lenne, hogyha ismernénk a teljes történetet, csak hogy ez a történet ez nem egy jogi aktus, hanem ez egy ilyen nagyon emberi történet, ahol most el tudjuk képzelni azt, hogy mégiscsak Balogh Zoltán volt a motorja, bár ugye pont ezekben a pillanatokban nem tudjuk, hogy mi történik vele, amikor igen. Felveszik a műsort. És hogy valóban azért került Novák Katalin elé, mert amit egyébként ez a K. Endre leírt a Facebookon, hogy hogy látta az ügyét, hogy ő ezt egy koncepciós eljárásnak tartja, szerintem, amennyiben a Balogh Zoltán volt mögött az egész történet mögött, akkor ő valószínűleg ezzel a történettel ment a Novák Katalinhoz, és hogy igenis, ez egy jó ember, mentsük meg, miért ne írná alá. A Varga Judit pedig, neki pedig a volt férje mondott egy nagyon érdekes árulkodó mondatot a Partizános interjúban, mert azt mondta, hogy a Varga Judit, amikor ugyan valóban, de se tudjuk, hogy nem javasolja azt, hogy ez a kegyelem ez megszülessen, ez a kegyelmi döntés. Aztán, amikor visszaért hozzá a aláírt példány, akkor azt gondolta, hogy ezek szerint fent rábólintottak. Mennyire mutatja egyébként az orbáni magyar államnak a működését ez? Ez is egy hiba egyébként, amit javítani kéne. Mert ez ennyire egy kézben tartott, ennyire felülvezérelt szervezeteknek, ez egy tipikus hibája, amikor az alul levők azt gondolják, hogy fölöttük már eldöntöttek valamit. Mi a jelekből azt gondolják. És itt ez történt. Túl bonyolított. Nem, ez lehetett a valóság egyébként. Nem, túl bonyolított. Az egyik az az, hogy egy határozott kérdést kaptunk a műsorvezető úrtól. Igen. Megérdemelte a kegyelmet, vagy nem érdemelte? Igen, a kérdés határozott volt, a válaszok nem annyira. Így van, túlhabosítjuk. A kérdésre a válasz az én részemről, hogy határozott nem. Nem érdemelte meg a kegyelmet.
A másik, bár egy picit, hogy mondja végig. A másik pedig nem a, ez nem a fideszes hatalomgyakorlás, vagy ilyesmi lefelé megy, ez 30 éves alkotmányos hagyomány Magyarországon, hogy amit a köztársasági elnök kegyelmi kérvényt visszaküld aláírva, azt az igazságügyi miniszter utána ellenjegyzi. Az elmúlt 33 évben egyetlen egy ilyen eset fordult elő, amikor nem jegyezte el. Kunafügy. Igen, Dávid Ibolya. Igen. Ez az egy, tehát ez egy alkotmány. De akkor mégiscsak előfordult. Mondani, tehát nem feltétlenül kell automatikusan, GPS-en aláírni attól, hogy de én ezt nem állítom, elnök. Hogy alá kell írni, hát az idézet, amivel jöttem, hibáztak, elismerték, lemondtak. Hát egyszer csak elismerték. Most a körülmények tekintetében azért spekulálunk, tehát hogy most ki mit gondolt és mit gondolhatott volna. Viszont ez nem a mi bűnünk, hanem az ez aki, nem a mi bűnünk, nem... ez a tényállás bűne. Azért ugye a Magyar Péter nyilatkozat, meg minden, azért itt megjelentek olyan szálak, én erre is mondom azt, hogy itt ilyen politikai opportunizmus van, meg nehéz elképzelni, hogy ebben már ne lenne akár idegen titkosszolgálat a gerjesztésbe. Tehát azért én ezt is leválasztanám egészségesen erről. Nekem azért ez több mint fura, hogy ekkor történik, így történik minden körülményében. Az is fura, hogy olyanok próbálnak erre rákapaszkodni erre a témára politikai opportunistaként, akik mondjuk nem biztos, hogy hitelesek a... Kik? Hát mondjuk az a Momentum szervez tüntetést szerintem az a Donát Anna, akinek a pártcsaládjában volt az a Frederik Federley, azt hiszem úgy hívják, akinek a homoszexuális élettársa 23 rendbeli pedofil bűncselekmény miatt lett elítélve, hogy ott is valami csöprögetni. Tehát az, hogy valakinek a pártcsaládjában, egy másik pártban valakinek a párja mit csinált, hát ez... Jó, akkor az LMP-nek a akkor senki nem szólalhatna meg semmilyen ügyben. Képviselője Kovács Gábor, aki ugye 13 évesen fajtalankodott, azt hiszem ez volt az elfogató parancstárgya tavaly. Azt hiszem ez közös probléma, tehát ez nem ment fel senkit, én nem azt mondom, hanem hogy itt azért van a pedofil téma kapcsán bőven felelősség, ami mondjuk hiteltelenné tesz bizonyos felkapaszkodókat, egy hát, teljesen jogos társadalmi felelősség. Hiteltelenné akarjuk őket tenni, de mondom még egyszer, hát hogy a mai világban kapcsolati hálókat figyelünk, akkor azt vehetjük észre, hogy mindenkinek van mindenféle ismerőse. És attól, hogy van ismerőse, vagy az egy asztalnál ült, nem feltétlenül jelenti azt, hogy ő is ugyanolyan. De annyira most itt a két oldalon ülők sem hiszem, hogy ugyanolyanok volnának. Hát nézd, annyiban nem sokatlagos az ellenzék ebben a kérdésben, amit megírtak talán a 444-en, nem is tudom, most írták meg a napokban, hogy ezt az egész narratívát át kell fordítani úgy, most, hogy a Novák Katalin és a Varga Judit lemondott, hogy rá kell húzni a kormányra, és bele kell buktatni Orbánt. De ez nem egy olyan nehéz dolog már a kormányra ráhúzni. Orbán Viktort megbuktatni, azt gondolom, hogy nehezebb, de azért ez nem annyira légből kapott, elképzelhetetlen. Hát a kormány tagja volt Varga Judit. Igen, de lemondott. Hát azért itt vannak feladatok és felelősség, tehát azért legyünk igazságosak. Tehát azért ezek mindenképpen megoldandó kérdésre világítanak rá. És tényleg én azt gondolom, hogy egészen az igazságszolgáltatástól kezdve a pedofil kérdés kapcsán, és persze a köztársasági elnöki feladatkörig. Például én máig nem értem, hogy miért van tárgyalásról való lemondás lehetősége pedofiloknak is, akik ugye szívesen menekülnek ebbe, és lényegesen ennyi büntetést kapnak. Például én ezt ugyanúgy újra gondolnám, ha komolyan vesszük a gyerekvédelmet. Ha komolyan vesszük a gyerekvédelmet, én amikor volt ez a Bite Zsolt történet, engem több szülő megkeresett, és én felajánlottam, és szerintem ez is jogalkotói feladat lenne, hogy milyen protokollt kellene követni az iskolákban, hogyha ilyen eset történik, mi a helyes és gyors eljárásrend. Igazából nem kaptam rá választ. 2,5 éven keresztül én rengeteg törvényjavaslattal bombáztam pont a Varga Judit által vezetett igazságügyi minisztériumot abban a tekintetben, a digitális szuverenitás, a DSA témában, aminek az egyik aspektus az pont az lett volna, hogy a szülői felügyeleti jogot, azt hogyan érdemes az online térre kiterjeszteni, hogy a szülő dönthesse el azt, hogy milyen hatásoknak, milyen érzékenyítésnek teszi ki a gyerekét, nem állami beavatkozás, hát ez persze, hogy megbukik Brüsszelben egy ilyen közjogi tiltás, hanem polgárjogi jogalapokat teremtve. 2,5 éven keresztül minden ilyen javaslatomat lesöpörték. És ilyenkor ugye nyilván felmerül az emberben a kérdés, hogy akkor valóban mi a narratíva, és mi a valódi politikai. Most megdicsérlek, mert szerintem ez lenne a kormányzás, nem? Tehát nem így kéne működnie egy kormánynak? Hogyha azt mondja, hogy az én politikámnak az egyik leglényegesebb eleme a gyermekvédelem, akkor ezek feladatok. Ülnek az emberek az igazságügyi minisztériumban, és ilyen kérdésekkel foglalkoznak, és ilyen ötletelnek, és ilyen előterjesztéseket tesznek. És akkor nem könyvfóliázás van, gondolom, meg nem brüsszeli kiáltójel ez ami történik. Igen, hát mennyire álságos a Fidesznek a politikája. Felvetik azt, hogy esetleg a másik oldalra kellene ebben a kérdésben ülnie. Most... Igen, bocsánat, két nagyon rövid gondolatom lehet, mert itt felkiáltójel, tehát szinte mind az igazságkeresésének oldalán ülünk.
hogy az egyik rövid gondolat az az, hogy ugye koncepciós eljárásnak minősítette K. Endre az, ami ellene folyt. Na, ennél nagyobb red flag nincsen. Tehát a köztársasági elnök, ha ilyet lát, rögtön le kéne dobja a kegyelmi kérvényt, mert ő neki nem ez a feladat, hogy az eljárást megítélje. Ő ebben nem szólhat bele. Ő azt kell, hogy mondja, hogy az eljáráson kívüli szempont van, amit ő érvényesít. Óriási red flag, ha valaki azt mondja, hogy őt jogtalanul ítélték el, dobom is le. A másik kérdés inkább, és ha már itt felmerült a Momentumnak a cselekvősége, akkor ez is kapcsolódik. Vajon egy ugyanezen pártelnök vagy vezető által uralt parlamenti kétharmad által oda tett másik kapuőr, az jobban fogja ellátni a feladatát, vagy ugyanebben a kapcsolati rendszerben nem lehet majd független attól a kormány által kijelölt másik embertől, és ehhez kapcsolódik az a felvetés, amit én a Momentumnál láttam, és azt hiszem, hogy szerdán 14-én lesz egy megmozdulás, ami a köztársasági elnöknek a közvetlen választása, mint kérdést nyitja ki. Igen. Ami egyszer már kinyílt ugye a rendszerváltáskor, néhány ezer szavazattal, és az aktuális politikai kontextustól nem függetlenül. Ugye biztos vannak, akik nem emlékeznek rá, hogy ez a Pozsgai legyen az. Igen, ez a négy igenes népszavazás, aminek az egyik kérdése vonatkozott a közvetlen vagy közvetett választhatóság. És 0,15%-kal dőlt el. 6000 szavazat volt pontosan, nagyjából a különbség. Úgyhogy benne volt az, hogy nem akarták, hogy Pozsgai legyen. Tehát, hogy anélkül igen. Mindjárt a startvonalnál sikerült elcseszni a demokráciát igen. Egyébként. Viszont most nagyon eddig úgy voltam vele, hogy akkor a demokratikus módon megkérdezem, hogy melyik irányba menjünk tovább, de ez a felvetés ez most kijelölte az irányt, hogy merre megyünk. Gyurcsány Ferenc felé. Jó-e Magyarországnak, ha ilyen formán valójában nem elnöke van, hanem miniszterelnöki megbízottja? Azért nem jó, mert annak óhatatlanul az a következménye, amit most láttunk. Az ország többségének erkölcsi meggyőződésével, más esetekben érdekével, szakmai, közéleti álláspontjával ellentétes döntések születnek. Ezért kell, hogy a nép válassza a köztársasági elnököt, mert a nép által választott elnök nem a rendszer szolgálja, hanem a népé. Na ez ugye valamilyen módon megoldást jelentene erre, hogy az egyik kapuőrt akkor nem a miniszterelnök vagy az ő párt családja jelölné ki, hanem maga a nép. Ugyanakkor viszont gondolom, hogy alkotmányjogi szempontból elég sok kérdést vet fel. Hát egy fokkal jobb lenne a helyzet, már amennyi, mondjuk most így belegondoltam, hogy amilyen többsége van per pillanat a Fidesznek, akkor mégis valószínűleg a Fidesz által állított köztársasági elnök jelölt lenne a befutó. Kicsit olyan a helyzet, amikor Jakab Péter, akinek nincs esélye a parlamentbe jutni, a parlament feloszthatását szorgalmazza. De mindegy, ezt képzeljük el, hogy... Mert ha olyan rendszer van, ahol a végén két jelölt közül kell választani, akkor már nem lenne annyira biztos a helyzet. Oké, jó, nyilván ettől is függ, de akkor tényleg képzeljük, ez egy normális, rendes verseny, valóban köztársasági elnök jelöltek között dől el, és a nép választ, de a köztársasági elnöki jogkörök attól még ugyanolyan kurta-furták lennének, mint amilyenek most, és hát mi joga van egy köztársasági elnök? Én egyébként, amíg nem robbant ki ez az ügy, én azt gondoltam, hogy feloszlathatja a parlamentet, meg népszavazást írhat ki, de aztán most így, miatt utána olvastam, hogy hát nem annyira oszlathatja fel a parlamentet, tulajdonképpen nem oszlathatja fel a parlamentet, és népszavazást is csak kezdeményezhet, és majd az országgyűlés eldönti, hogy kiírják-e. Tehát igazából nincs semmilyen joga a magyar köztársaság elnökének. Abszolút, szerintem ez nagyon kulcs mondat, mert hogy... És a jelek szerint, ami van, azt is el kéne venni. Ugye nem vagyunk félprezidenciális rendszer, tehát hogy egy ilyen felvetés izgalmas, de hogy ezzel ugye újra kell gombolni az egész jogrendszert, az egész alkotmányos berendezkedés. A másik gondolatom rögtön, hogy ez akár előbb is eszébe jutott volna Gyurcsány Ferencnek, vagy amikor ők például hatalmon voltak, tehát hogy ez akár előbb is kipattantatott volna ez a kiváló gondolat. A harmadik viszont az, hogy... Hát azért az volt egy Sólyom László például ellensúlynak. Na a harmadik viszont az, hogy ha már nevek is bekerültek, azért valahogy így államfőügyben, mintha nem tűnne annyira szerencsésnek ez a harmadik, vagy nem tudom, hanyadik magyar köztársaság, tehát így azért volt már korábban is lemondás, ott sem tudott 600 napnál tovább ugye Schmidt Pál jutni. Tudom, hogy szokás szeretni Hátmi bácsit. Ezt az egész harmadik köztársaságra ráhúzzuk? Csak a statisztika. Vagy csak a 2010 óta tartó időszakra húzzuk. Tudom, hogy az Árpi bácsit szokás például nagyon szeretni, meg a Sólyom Lászlót is, mintha szokás lenne. Én voltam az, ha valaki emlékszik, 1990-ben az a kisfiú, aki a három kívánságba Göncz Árpáddal akar találkozni, és közvetítette a tévé. De akkor még ugye nem tudtam, hogy azért ott is voltak ellenmondásos információk. Ott egyre is, rosszabb. Akkor még nem tudtuk, hogy azért ne Göncz Árpádnak patkány volt a
neve, hogy a többi 56-os társát hogy nyomta föl, akkor még nem, én kisfiúként nem értettem, hogy mi történik a taxis blokkád körül. Ugyanilyen sólyomlásnak most segítenek ezt megérteni, nem biztos, hogy úgy, ahogy volt, de szerintem ennyire ne kanyarodjunk már el. Azért kanyarodjunk szerintem el, mert azért most mérleget vonunk a köztársaság elnök intézményéről, ami egy intézmény, és ebben azért az is benne van, Sólyom Lászlót is nagyon sokás szeretni, de azért lássuk be, hogy az, hogy ez a jogfejlesztő alkotmánybíróság olyanná vált, amivé, és hogy azért a rendszerváltás némiképp elsikerült szabotálni, Sólyom László nélkül nem nagyon ment. Ez a láthatatlan alkotmány, amit csak Sólyom László lát. Ez, ami ugye egy jurisztokráciát eredményezett, ebben szerintem Pokor Bélának teljesen igaza van a kritikájában. És ez ugye mind innen, ezek az emberek, tehát ugye a köztársaság elnöki intézmény kapcsán igenis lehet, hogy nagy feladat újra gombolni, de lehet, hogy ez az a pillanat, ahol érdemes feladat. De szándék is kellene. Itt aztán a Fidesznek biztos, hogy nincs olyan szándéka, hogy újra gombolja. Könnyen rá mondjuk, hogy újra kell gombolni, de szerintem ez egyáltalán nincs. Tehát én is hallottam ezeket a véleményeket, egyáltalán nem gondolom, tehát körülöttünk is vannak olyan rendszerek, ami nem fél prezidenciál, stb. Tehát ez nem következik egymásban, nagyon könnyen átugorjuk ezt, de hát majdnem 6400 szavazat hiány Magyarországon is ez lett volna. Nem gondolom, hogy összeomlott volna az állam. A másik pedig, hogy most milyen többség lenne, és akkor kit választanának meg. Én azt gondolom, hogy nagyon sok fideszes is azt gondolja, hogy túl sok a kétharmad, nem kellene ennyi, és ha azt mondanák nekik, hogy biztos, hogy egy fideszes legyen, vagy egy volt kormánytag legyen a köztársaság elnök, szerintem nagyon sokan, ha találnának egy korrekt jelöltet, akkor azt mondom, hogy ne. Ez már legalább egy ellensúly legyen. Tehát, hogy én ezt se söpörném le, én csak azt mondom, hogy itt könnyen átugrunk, és ilyen régi rutinokba gondolkodunk. Szerintem ezeket azért bőven ki lehet nyitni. De nincs szándék. Tehát, amit elmondasz, én ezt nagyon tudom elképzelni, ezeket a fideszes... Szerintem várjuk. De nem, de hát a Fidesz, de itt a Fideszben, a fideszes kétharmadnak kellene szándéka lenni arra, hogy ezt a... Tulajdonképpen a saját hatalma, de hát Orbán Viktornak a saját hatalmának egy részéről kellene lemondani. Milyen részéről? Ezt el tudjuk képzelni? Szerintem spekulálunk, tehát várjuk meg a reakciókat, szerintem most nagyon sok minden. Hogy ő a király csináló, hát hogy ő mondja, hogy ki legyen a következő köztársaságnak, ezt Orbán Viktor dönti. Én ezt úgy értettem, hogy... De nem király csinál, hát semmilyen olyan érdemi hatalmi jogköre nincs a köztársasági elnöknek, amit az előbb beszéltünk át. Most ez volt az a bizonyos újragombolása a kabátnak, mert pont ezt mondtuk, hogy ez ennyi jogkörrel igazából gyakorlatilag ezt majdnem mindegy, hogy ki választja a köztársasági elnöket. És ki a köztársasági elnök, az is. Én azért nem értek most veled együtt, mert hogy tegyük fel, hogy egy... az ellenzéki pártok újabb szerelméből születő köztársasági elnök jelölt megnyeri a köztársasági elnöki választást, ennyi jogkörrel, akkor mi történik? Semmi. Hát nyilván több törvényt fog visszaküldeni, vagy több törvényt fog elküldeni az alkotmánybírósághoz, de nagyjából ennyi. Nem tudja adni, amit valódi társadalmi támogatottság. Nem spekuláltam, csak mondom, hogyha meg is történne, akit megválasztanak, annak társadalmi támogatása lesz, bárki is lesz az, akit egy többség megválaszt, annak az alkalmasabb a nemzet egységének a megkifejezésére, ami az alaptörvényi feladata, mint egy országgyűlési kétharmad, ami Magyarország többségét nem fedi le, által oda tett, újra és újra oda tett ember. Hiába testesíti meg a... Népszerű politikus volt, és államfő is. Hiába testesíti meg a nép által megválasztott köztársasági elnök nem tud a nemzeti csinálni. Egységet, ha nem tud semmit csinálni. Bocsánat, igen, tehát, erre az ügyre visszautalva, amiből kiindultunk egyáltalán. Azért itt, hogyha feltételezve nem tudjuk, hogy mi történt, ugye ez a legnagyobb baj, de hogyha valami politikai susmus volt a háttérben, a kegyelemnél, akkor legalább arra jó lenne egy máshonnan érkezett köztársasági elnök, hogy nem lenne benne abban a klikben, amelyik ezt a susmust végrehajtja, és esetleg ő nem adott volna kegyelmet. Azért törvényeket lehet, hogy csak ennyi. Csatabbi, tehát ne írjuk le a köztársasági elnököt, a másik meg, hogy most is az lenne a feladata, hogy a nemzet egységét kifejezze, és őrködjön a jogállam fölött. Tehát, hogy biztos, hogy jobb helyzet lenne szerintem, hogyha ezt egy nagyobb legitimációval rendelkező valaki tenni. Nem azt mondom, hogy ettől teljhatalmú lenne, ne is legyen, de a jelenlegi helyzetnél álláspontom szerint értékelhetően jobb lenne az, hogyha valóban egy társadalmi többség. A kétharmadnál nehéz nagyobb legitimációt találni. Igen, ez egy óriási logikai ugrás. Ebbe egyetértünk, hogy jobb lenne. A választási rendszer által szült, oktroyált kétharmad, ami nem a választók kétharmadát testesíti. Most itt beszélünk igazából jogi, meg morális, meg picit politikai következményekről az ügy kapcsán, de én azt szeretném, hogyha még inkább a politikai felé mennénk, és talán ebben Magyar Péternek az egyik nyilatkozat részlete segít nekünk.
Egy percig sem akarok olyan rendszer részese lenni, amelyben az igazi felelősök nők szoknyája mögé bújnak, ahol Tóni Kádámok és Barbarák vígan röhöghetnek a markukba, miközben gondolkodás nélkül feláldozzák azokat, akik ellentétben velük soha nem a saját anyagi érdekeikért, hanem a hazájuk érdekében és a honfitársaikért dolgoztak. Az akkori igazságügyi miniszter jóval a Shuttle ügy kirobbanása előtt kezdeményezte Völner Pál államtitkár leváltását. A miniszterelnök ehhez nem járult hozzá, így Völner a helyén maradhatott. Reménytelen helyzetben lévő emberek kétségbe esett próbálkozásával a kormány nem foglalkozik. Most kezdjük ezzel a reakcióval, ez tényleg reakciós időben ráadásul azután következett, amire reagált. Szóval ez most a kormánynak a szociálpolitikai programja-e, hogy reménytelen helyzetbe került emberekkel nem foglalkoznak, vagy egy fenyegetés a megszólaló felé, vagy mi történt itt? Hát egy társadalmi problémát vetett föl, azt gondolom, attól függetlenül, bocsánat, hogy hogy ítéljük meg magát a személyét, egy társadalmi problémát vetett föl, erre a kormány, hogyha in abstractu azt mondja, hogy ebből nem reagálok egyáltalán, azt szerintem egy probléma. Ez egy jelentős politikai problémát vetett fel. Probléma, attól függetlenül, hogy ki mondja azt, hogyha ez egy valid felvetés, akkor arra reagálni kell. Na, nem fogna. Ja, nem. Dehogy nem. Amit, hogy elbitoroltad a nevemet. Nem hallottam, hogy megszólított, bocsánat. Ugye szűkül azoknak az ügyeknek a köre, amelyekkel a miniszterelnök foglalkozik, mert nőügyekkel nem foglalkozik. Ezt is mondhatta volna ebben az esetben egyébként Havasi Bertalan. Gazdasági ügyekkel nem foglalkozik, és most már reménytelen emberek. Hát az a Magyar Péternek azért az érzékenysége. Nem is fognak foglalkozni vele egészen addig, amíg az ügy nem ér el a Fidesz törzs szavazóbázisához, és a Magyar Péter történetről teljes hírzárlat van a kormányzati nyilvánosságban. Tehát zéró tolerancia, nem szólalnak meg. Nem szólalnak meg róla. De bocsánat, de nem azért történtek már az eddigi reakciók és a lemondás is, mert ez elért a törzsgárdához, a törzsszavazókhoz? A Magyar Péter ügy nem. Ez egy más történet olyan szempontból, hogy egy reakció. Én várom egyébként, hogy mivel fog még előállni, ugye Varga Judit volt férjéről van szó, de attól tartok, hogy kvázi ennyi van a tarsójában. De ezeket az üzéket meg ismerjük, tehát azzal nem lehet Magyarország népét megrengetni, hogy Rogán Antal kavarja a szálakat. Igen, pontosan tudjuk. Bizonyos szint fölött minden fideszesnek van egy Rogán Antalos története. A másik pedig az, hogy Tiborcz, ugye Orbán Viktor veje milliárdos. Ezt is tudjuk. Így van. Azt is tudjuk, azt is tudjuk, hogy lett milliárdos. Az Elios ügytől kezdve, amit átocettik, kinyomozott az Európai Ügyészség, és annak az lett az eredménye, ugye, hogy Magyarország inkább lemondott arról az összegről, tehát kétszeresen buktuk el az gyönyörű történet. Mindent tudunk, tehát hogy ezekkel nem lehet, és én azt gondolom, hogy Magyar Péter, ahol amilyen pozíciót betöltött neki, ha vannak is, akkor ilyen amire egy kicsit beszélt is abban a említett interjúban, ilyen túlárazásos szerződések, ezeket is tudjuk. Tehát ha ne talán valamelyik Fidesz szavazónak mégiscsak szöveget ütne a fejébe, hogy itt azért nem helyes dolgok születnek, akkor fogja átnézni a másik oldalra, meglátja a Gyurcsány Ferencet, és azt mondja, hogy hát szükséges, rossz. Tehát én nem látom azt az atombombát, ami lefotyognak. Csomó mindent tudunk, tényleg semmi új. Egy dolgot viszont nem tudunk, hogy Magyar Péternek, bocsánat. Ezért az elég nagy baj, nem, hogy ez nem új. Hát ez önmagában is elég nagy baj. Ezt mondom neked, hogy semmi újat nem mondott, tehát semmi olyat nem mondott. Én végignéztem ezt az interjút, semmi újat én nem mondott. Én azt viszont elfelejtett elmondani, hogy ez miért most jut eszébe, és akkor ellenálló 10 éve folyamatosan fogadta el az állami tisztségeket, hogy eddig valahogy úgy volt ellenálló, hogy nem hallott még Rogán Antalról, és most hirtelen hallott Rogán Antalról. Tehát én nekem a Magyar Péter megjelenése, mondásai, az sokkal konstruáltabbnak tűnik ebben a helyzetben, mint valami elképesztően őszinte. Annyit hadd esek közben, hogy nem én 3 évig voltam az MT-nek az egyik főszerkesztője, és én teljesen el tudom fogadni azt, hogy a Magyar Péter vár, és csak egy bizonyos idő után áll elő a nyilvánosság elé, és mondja azt, hogy neki már pedig nem tetszik az a rendszer, ami egyébként nagyjából a tenyerén hordozta. Mert ez olyan, mint amikor a békát szép lassan főzik, tehát hogy ez is, még az is, és akkor adja azt rajta, hogy most mi legyen, hogy legyen. És kevés béka veszi észre. És ő a felesége, tehát volt felesége miatt nem is tehette meg, tényleg nem tehette meg azt, hogy kiálljon. Tehát valószínűleg hitelesebb lehet, hogy 5-10 évvel ezelőtt áll ki, nem tudom, milyen határokat kell ilyenkor húzogatni. Hát, hogy nem vesz részt ezekből benne. A kiszállásokból és kibeszélésekből mindig van egy határvonal. István, nem veszel részt benne. Tehát az mindenkinek egy döntése az életében, hogy ebben részt veszek, vagy nem veszek részt. És ha esetleg tapasztalatlan vagyok, mert van ilyen, beleszagolok, és látom, hogy ez nekem büdös,
akkor kivonulok belőle, abszolút. És nem teszem az életem részévé, mit tudom én, 10 vagy 10, nem tudom hány évig volt. Azért nem tűnik annyira hitelesnek. Nem ismerik a történetét, nem ismerik, hogy mi történt vele, hogy valóban mennyire volt erős ez a Rogán szál. Azért ilyen fideszes Rogán sztorikat én is hallok nagyon sokat, hogy mennyire tartja kézben, és tulajdonképpen egy kicsit már ilyen 50-es évekre emlékeztető. De hát nem, nagyon nem, de csak annyit, hogy abban teljesen igazad van, hogy az első túlárazott szerződés aláírása nem, tehát végül is az a ha az megtörténik, akkor nem tud kézben tartani. Ennyire egyszerű. Tehát nagyon egyszerű. Nagyon egyszerű, és hát ugye az is, látom az órát, hogy elmondjam önöknek, hogy letelt a műsoridő, és egész biztos vagyok benne, hogy ebben az ügyben még rendezünk majd csatot, és a csat.2 pénteken majd szintén elsősorban talán még a Novák-féle kegyelemmel foglalkozik, úgyhogy ez ügyben találkozunk még. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, önöknek a figyelmet, viszontlátással.